Ebben a videóban képernyő kivágatokból szeretnénk egy montást összeállítani, egy térkép réteggé lapítani, és egy kész térképet JPEG formátumban elmenteni. Látható, hogy itt van 13 réteg, 13 képernyő kivágat, amit szeretnénk egymás mellé társítani, és ebből elkészíteni a térképünket, ami itt ezen az ábrán látható. Ehhez nyissuk meg külön rétegekként mind a 13 fájlt. Ezt megtehetjük úgy, hogyha egyenként fogd és vidd módszerrel átvisszük a GIMP felületére ezeket a fájlokat, illetve úgy is végbe vihetjük ezt, hogy megnyitjuk rétegekként File menü, megnyitás rétegekként. Itt kiválasztjuk a nekünk szükséges fájlokat, ráállunk az elsőre, amit még nem vittünk át, lenyomjuk a Shift gombot, és a Shift nyomvatartása mellett rákattintunk az utolsó olyan fájlra, amire nekünk szükségünk van, és rámegyünk a megnyitásra. Természetesen egyszerűbben is, egyesével is kiválaszthatók ezek, de így a legegyszerűbb és a leggyorsabb. Azokat a rétegeket, amelyekre most nincs szükségünk, illetve amelyek most akadályoznának, láthatatlanná tesszük, és az első réteg legyen aktív. Tudjuk, hogy most mindegyik réteg még túl kicsi területet fed le, vagyis a rajzvásznunkat meg kell növelni, kép, rajzvászon mérete, és állítsunk be egy jó nagy méretet, legyen ez mondjuk 4000x3000-es, amiről feltételezzük, hogy elegendő lesz méret módosítása. Ezt követően látjuk, hogy ez a kis réteg egy hatalmas rajzvásznon foglal helyet, amely átlátszó. Vigyáznunk kell arra, hogy nehogy a kép átméretezésére kattintsunk, ugyanis az csak az adott rétegre fejti ki a hatását, és nem érünk el vele megfelelő célt. Most pedig a következő réteget aktívvá tesszük és láthatóvá, és elkezdhetjük már is mozgatni az átméretezési eszközzel. Mindig amelyik rétegen állunk, tehát amelyik réteg aktív, azt tudjuk áthelyezni. Így, mint egy kirakós játék, egymásra illeszthetjük ezeket a rétegeket. Hogyha bizonyos esetekben úgy ítéljük meg, hogy az egyik réteget valami miatt a másik fölé kellene tenni, akkor ezt megtehetjük az átmozgatással. Legfőképpen itt a nyilaknak az alkalmazásával. Tegyük ezt újra a harmadik réteggel. Itt is megcseréljük a réteg sorrendet. Ugyanígy haladunk tovább a negyedik réteggel.
szintén átmozgatjuk. Hogyha úgy érezzük, hogy egy terület már kész, és azokat a rétegeket nem szeretnénk többet külön-külön mozgatni, akkor a rétegek előtt a lánc ikont bekapcsoljuk, ezt követően ezek a rétegek együtt mozgathatók, amint ezt a melléket ábrán is láthatjuk. Hogyha egy olyan problémába ütköznénk, hogy a rétegünk kilóg a rajzlapról, akkor ezt viszont nem akarjuk átmozgatni, vagy nem tudjuk, akkor ezt a problémát gyorsan tudjuk orvosolni, méghozzá úgy, hogy kép rajzvászon illesztése a rétegekre. Ez viszont azzal a hátránnyal jár, hogy mindenhol az adott réteg méretűre igazítja ezt a rajzvásznat. Itt azért nem történt meg, mert valószínűleg valamelyik nem látható réteg azokra a területekre is rálóg. Vonjuk ezt most vissza, és mi most az összekapcsolt együttes mozgatást választjuk. Ezt követően ugyanígy az egyes rétegeket hozzáillesztjük, az egészen finom kis javításokat a nyilakkal, kurzorokkal is be tudjuk állítani. Nézzük az utolsó térképrétegünket, illesszük a helyére. Ezt követően a rétegeket egy réteggé lapítjuk, jobb klik bármelyik rétegen, egy réteggé lapítás, vagy a látható rétegek összefésülése. Hogyha vannak olyan területek, amikre nincsen szükség, akkor a vágóeszközzel ezeket eltávolíthatjuk. Kijelöljük. Enter. Majd pedig JPEG-ként elmenthetjük. File menü, exportálás, és itt a file típusban JPEG képet választunk. Térkép.jpeg, exportálás, maradunk a 90-es minőségnél. Exportáljuk. Ezt követően, hogyha vissza szeretnénk állítani a több réteget, akkor Ctrl-Z parancsal visszavonhatjuk az eddigi műveleteket. Később is szeretnénk módosítani, akkor elmenthetjük ismét File menü, most mentés másként, elmenthetjük XCF formátumba. Így a rétegekkel való munka lehetősége a későbbiekben is fennáll. Ebből a példából tehát fontos megtanulnunk azt, hogy mindig azt a réteget tudjuk mozgatni, amelyik éppen aktív, hogyha az egyik réteg előtt ott van a lánc, akkor az azt jelenti, hogy mindig együtt mozgatható azokkal a rétegekkel, amelyek előtt szintén lánc van.